Vadászat lézerpuskával. Landoltál már te egyáltalán? Zsörtölődött rosszat sejtve Ariel, amikor a második próbálkozása sem sikerült a dolog, csak elsiklottak a kisbolygó felszíne mellett. Nem olyan egyszerű, morogta Don. Ez nem gyakorlat sima terepen. A leszállási manőver végrehajtását is rábízhatjuk az automatára. Csak ki kell jelölni a leszállás helyét, mondta Lars. Ott a piramistól nem messze az a kis fensík. Aránylag egyenesnek látszik. Csak aztán vigyázz ne, hogy a kobakunkra essünk. Ariel dermedten figyelte a képernyőket. A feje még mindig sajgott az előbbi ütéstől. Még egy próbát teszek, szorította össze ajkát Don. Egy perccel később újra az 1431-es mellé értek. A kis fensík fölött a béta körtét le, aztán ereszkedni kezdett a szürke sziklákra. Kicsit előbbre. Most jó, súgta Lars. Emeld meg az órát. Függőlegesen. Most a fékező rakétákkal leereszteted. Don máskor mindig ellenkezett, már csak szokásból is, de most hallgatott. Úgy szorította a kormányszerkezet egyik fogantyúját, hogy egészen elfehéredett a keze. A képernyőkön a vad sziklák egyre nagyobbak lettek. Most tedd le! Vezényelt Lars önkéntelenül, pedig nem akart beleszólni Don landolásába. Az úrhajó nagyot döccent, elkapták székek karfáját. Majdnem függőlegesen állunk, jelentette Don, ahogy azt a videófilmeken látták legalább ezerszer. Négy támasztó láb kinyújtva. Most egyenlítik ki a teleszkópok a dőlési szöget, ami alig 6 fok. Ez egyezik a terep lejtésének szögével, pillantott Ariel az egyik műszerre. Hajtóművet leállítani, vezényelt Lars. Hajtómű leáll, felelte Don. A csönd hirtelen szakadt rájuk. Csak nézték egymást szótlanul. Arielnek anyja jutott eszébe. Mire gondolhat most? Biztos félti őt. Nem tudják az Astraean merre járnak, mit csinálnak. Nem tudnak róluk semmit azóta, hogy elhagyták az űrállomást. Gyerünk! Vegyük fel az űrruháinkat, és igyekezzünk megkeresni azt a csodapiramist. Lars indult elsőként a zsilipkamra irányába. Utánam űrszülöttek, előzte meg Don, vadkiáltást hallatott, és lerohant a vas lépcsőn. Kötelet hoztatok? Kérdezte Mario. Narancsszínű űrruhája elütött a környezettől. Hol van Adrien? Ott. Mario a közeli hasadék szélére lépett, és lefelé mutatott. Egyedül nem mertem utána menni, míg ide nem értek. Ha nekem is valami bajom esett volna... Most már minden rendben. Világítsatok ide. Mario az egyik fúrógépet közelebb hozta, fényszóróját a szakadékba irányította. Tirosz körülnézett, és egyetlen pillantással fölmérte a helyzetet. Ide a kötelet. Én megyek le. Bertolt biztosít a kötéllel, Mario, te is vigyázz. Derekára kötötte a kötél végét, kilépett a sziklaorom szélére. Azon töprengett, hogyan mozdítsa majd el Adrien testéről a hatalmas sziklákat. Egy-egy ilyen tömbnek még a malárdon is tekintélyes súlya lehet, gondolta. Majd elrugaszkodott, és lihegve ereszkedett alá a bajtársa mellé. Adrien egyik lába a két érdes felületű szikla közé szorult, amelyekre még egy harmadik is rázuhant. Az űrhajós combján és mellén is jókora kövek hevertek. Adrien hanyat feküdt, a szeme nyitva volt. Hallod, amit mondok? Kérdezte Tirosz. Végre, suttogta a férfi. Ha ez a földön történik veled, olyan lapos lennél, mint egy lepény. Igyekezett viccelődni a kapitány. Előbb leveszem a melledről ezt a kavicsot, aztán a többit. Csöndesen tevékenykedett néhány percig, megszabadította Adrient a terhétől. Megütötted a fejedet is? Kérdezte Tirosz, miközben az egyik különlegesen nehéz kővel birkózott. Nehezebben ment a dolog, mint gondolta volna. A karom fáj, mondta halkan Adrien. Még egy perc, Adrien, és minden rendben lesz. Tirosz kiszabadította az űrhajós lábát is, magához ölelte a maga tehetetlen testet. Bertold és Mario mindezt látták fölülről, most óvatosan, rengatás nélkül húzták föl mindkettejüket a szakadék peremére.
Borkova doktornő az úrhajós mellé lévő csatlakozóba dugta a kis hordozható diagnógépe zsiroját. A parányi képernyőn egy-egy gombnyomással ellenőrizhette Adrián szívműködését, pulzusát, légzését, összes életfontosságú szerve működését. Űrruhában csak ilyen vizsgálatot tudok elvégezni, mondta aztán a parancsnoknak. Ha majd bevisszük az űrhajóba, óvatosan levesszük a védőöltözetét, és megnézem a karját. Röntgent is csinálok. Rendben, felelte Tírosz. Azonnal indulunk vissza a Kentaurhoz. Don végignézett rajtuk, mielőtt kinyitotta volna a zsilipkamra ajtaját. Hogy érzitek magatokat? Kérdezte. Nem lehetett tudni, nem gúnyolódik-e ismét. Ariel nagyot nyelt. Ő bizony rettentően izgult. Lászra pillantott. Bizony, a parancsnok fiának is remegett kisi a szája széle. Don pedig éppen a hangoskodásával próbálta leplezni, mennyire átéri az eseményeket. Jól vagyunk, felelte Lász, és még egyszer körülnézett a bétában. Lehet, hogy soha többé nem kerülnek ide vissza. Ha az idegenek ellenségnek bizonyulnak, és... Gyerünk! Indult előre. Beléptek a fémfalú sivár kamrába. Lezárták űrruhájukat, most már csak sisakjuk rádiójelenet érintkezhettek. Egyikünknek itt kellene maradnia a bétán, mondta óvatosan Ariel. Így írja elő a szabályzat. Nem mehetünk ki mindnyájan egyszerre. Nincs kedved megnézni a piramist? Csúfolodott Don, akinek lassan visszatért szokásos jókedve. Mi az, hogy nincs? Okvetlenül meg kell néznem közelebbről, berzenkedett Ariel. Elvégre én fedeztem föl. Szóval akkor eldöntött dolog, hogy ezt egy ideig ismeretlen jelenséget Ariel piramisnak fogja nevezni a tudományos világ, füstölgött Don. A zsivibből a gépek egy-kettőre kiszívták a levegőt. Majd fölpantant a külső ajtó. Szürkés táj tárult a szemük elé. Rendetlen, összevisszaságban heverő kisebb-nagyobb sziklatömbök, kövelvel borított síkságok. Fejük fölött a sötét űr ragyogott. Lász lépni akart egy nagyot, de valahogy furcsán föllendült a magasba. Don húzta vissza. Vigyázz, mert belőled is kis bolygó lesz. Igaz, elfelejtettem, hogy itt alig van tömegvonzás. Fogjuk meg egymás kezét, javasolt Ariel. Hárman mégis több súlyt képviselünk, mint egyedül. Főleg te képviselsz szép súlyt, csipkelődött Don. Aztán nehogy rossz irányba induljunk. Lász szem elé emelte bal karját. Az űrruhába épített tájolóra figyelt. Mikor leszálltunk, az a rejtélyes tárgy 42 fokra volt a bétától. Ezt jól megfigyeltem. Elfordult, még egy pillantást vetett a tájolóra, aztán felpillantott és elhatározottan mutatott a közeli láthatáron magasodó sziklák felé. Arra. Elindultak. Bukdácsolva haladtak a kőtengeren. Néha átugrottak egy-egy nagyobb szikladarabot, óvatosan, nehogy kirepüljenek az űrbe. Mögöttük kisebb lett a béta. Ariel néha nyugtalanul hátra tekingetett, de nem engedte el társai kezét. Don és Lars hallották, hogyan liheg a kövérkés fiú a sisak alatt. Rádiójuk ezt is közvetítette. Ide figyelj, te szuszogó indián, fordult hozzá Don. Szedd egy kicsit gyorsabban a futóműveidet, így holnapra sem érünk oda. Az egész kis bolygó, alig 2 kilométer, hosszú, lihegte Ariel, de azért rákapcsolt. Rögtön ott leszünk, a piramisnál. Amely titán ötvözetből készült, tette hozzá Lars elgondolkodva. Tudom, milyen az esetben, kapott a szondon. A földi űrhajó készítésénél használják ezt az anyagot. Ez akkor is idegen piramis, makacskodott Ariel. Idegenek építették, és azok is lapulnak benne. Nem félsz? Kérdezte Don gúnyosan. Mert ha igen, szóljál. Még visszamehetsz a bétához. Mi majd Lárszal megnézzük közelebbről ezt a micsodát. Azt már nem. Éppen én maradjak ki a dologból. Ariel erre rögtön gyorsabban lépkedett. Néhány perc múlva a nagy sziklákhoz értek. Lars az űrbe pillantott, hidegen hunyorgó csillagok a távolban. Valahol ott van az Astrea, a Malard, apa, anya és a többiek. Megkerülték a sziklákat.
Nézzétek csak! Kiáltotta Don. Irányjelzője hirtelen megbolondult. Ide-oda kezdett lengeni, sőt, egyszer egy teljes fordulatot is tett. Ezt nem értem, vallotta Belász. Valami megbolondította a műszert, mondta Ariel áhítatos hangon. Bizonyára azok bocsátanak ki valamilyen sugarakat, amelyek megzavarják a mágneses teret. Sok fantasztikus filmet láttál, morogta Don. Nem kell ehhez semmiféle sugárzás vagy másféle furkvang. Egyszerűen jókora fémtömeg van itt valahol a közelben. Az bolondítja meg a műszert. Ez pedig csak is a piramis lehet, szögezte le Ariel. Gyertek, siessünk! Mozgás! Az utolsó sziklák mögött keskeny szakadékra bukkantak, amely valamivel odébb kiszélesedett. A hasadékra ügyet sem vetve kapaszkodtak föl a sziklákra, mert odafönn megcsillant valami. A piramis csúcsa. Kékes szürke fényben ragyogott. Az űrből érkező csillagfény halvány csillogásra késztette sima, kúpos csúcsát. Nincs sugár veszély? Kérdezte Lars. Nem vesztette el lélek jelenlétét. Egy ilyen objektum közelében bizony könnyen előfordulhat, hogy radioaktív vagy más káros sugárzás található, tette hozzá okoskodva. De műszereik tökéletes biztonságot jeleztek. Elengedték egymás kezét, versenyezve libegtek föl egyre följebb, és odaértek a rejtélyes tárgyhoz. Egy sziklahasadékból állt ki, csak ugyan piramis volt, négyszögletes, de a sarkai lekerekítve, csúcsa sem volt hegyes, inkább tompa félkör alakú kubként állt az űrbe meredve. Szótlanul torpantak meg. Egy ideig egyikük sem szólt, csak Ariel lihegése hallatszott a fülhallgatókban. Óriási fölfedezés, törte meg a csendet Lász. Ha ez csak ugyan idegenek műve, azért megbocsátják még azt is, hogy engedély nélkül távoztunk az Astreáról. Hogy te milyen előkelően beszélsz, mondta Don, most sem tudta megtagadni gunyoros természetét. Egyszerűen meglógtunk, pajtikáim, erről van szó. Mivel az elfenekelés már kiment a divatból, hát büntetésül majd eltiltanak bennünket egy csomó szórakozástól. Ariel egy hónapig nem olvashatja majd a poros mikrofilmjeit, Palácius kalandjait sem nézhetjük. Hagyd abba, szakította félbe Lars. Egyelőre most itt vagyunk egy ismeretlen kis bolygón, előttünk egy ismeretlen eredetű tárgy vagy épület, és azon kell gondolkodnunk, mit tegyünk. Igazad van, ez alig, ha nem épület. Beleékelték a sziklahasadékba. Ariel közelebb lépett, legugolt a szakadék szélén. Figyeljetek csak ide! Ennek itt nincs is vége! Ez nem piramis, legalábbis ami az alakját illeti. A szakadék nagyon mély. Közelebb léptek, lenéztek. A sziklahasadék feneke is látszott a félhomályban. Minden esetre lehet vagy 50 méter mély. Több is. Dobjunk le egy követ? Fölösleges, olyan lassan esne lefelé, hogy abból ugyan nem lehetne megállapítani a mélységet. Meg aztán a légüres térben úgyse hallanád a kopfanást, te marfla. Ez, amit piramisnak látunk, ez piramis. Amit piramisnak látunk, csak egy kúpos csúcsa valamilyen fémépítménynek. Nézzétek meg, minden oldalról besüllyed a sziklák közé. Ki tudja, milyen mélyre. Le kellene ereszkedni a szakadék aljára. Ha egyáltalán vége van valahol. Gondolod, hogy ez egy lyukas kis bolygó? Lehet, hogy az alapjait a sziklába öntötték. Fémöntés az űrben, légüres térben, és ilyen hidegben. Amazok képesek lehetnek rá. És ha nincs is vége, lehet, hogy ez egy négyszögletes cső, amely belenyúlik a kisbolygó közepébe. Akkor ezek csőlakók. Ők is folytathatnak bányászatot. Ha ezt apáik megtudják... Gyertek ide! A szakadék itt eléggé kiszélesedik. Amott lejjebb pedig letöredeztek a sziklák, mintha valamilyen óriási erő morzsolta volna őket össze. Látjátok a törésnyomukat? Van elég hely, hogy leereszkedjünk a piramis fala és a szikla közt. És mit csinálunk odalent? Megtudjuk, hol a vége. Hát, ha bejáratot találunk. Gyerünk. Nem féltek. De félünk.
Ezt Ariel mondta, mint egy társai nevében is. Némán álltak egy pillanatig, sisakjuk védőlemezén átnézve egymást. Fölöttük a sötét semmi, alattuk a szürke sziklák. No, próbáljuk meg. Don elsőként guggolt a hasadék fölé, fekete arcából csak szeme fehérje világított. Egy másodpercig habozott, aztán belecsúszott a sötét nyílásba. Látták, amint a kicsi tömegvonzás miatt úgy lebegett lefelé, mintha ejtőernyőn ereszkedne le a levegőben. Ariel nagyot sóhajtott, behúnyt a szemét, és Don után ugrott. Láss szintén. Egy kiugró sziklapadon értek talajt, persze ez sem ment simán. Azért nem kell a fejemre lépni, zsörtölődött Don. Mit csináljunk, nincs itt olyan sok hely. A szakadék itt beszűkült, a sziklákat szinte kinyújtott kezükkel is elérték. Itt is titán, bólogatott Ariel komoly képpel, megkopogtatva a rejtélyes építmény falát. Micsoda szakértő, gúnyolta Don. Még a légüres térben is hallja, milyen hangot ad az anyag. És hogy ez az anyag nem más, mint titán ötvözet. Jól van, no, jól van, szabadkozott Ariel, csak vicceltem. Inkább nézzetek csak le. Ott a vége az egész micsodának. Valamiféle lábakon áll. Éppen olyanok, mint a mi űrhajóinkon, a teleszkópos amortizátorok. Nekem nem tetszik a dolog, ráncolta a homlokát Lars. Ha jól meggondoljuk, ami sohasem állt, kotnyeleskedett Don, akkor ez az egész valami... kezd űrhajóra hasonlítani. A piramis, vagy amit mi piramisnak láttunk, csak az orr része valamilyen ismeretlen űrjárműnek, amelyet a tulajdonosai ide rejtettek ebbe a hasadékba, hogy avatatlanok, azaz mi, minél nehezebben fedezzük föl. Ki tudja, mióta lapulnak már itt? De mi lehet a céljuk? Töprengett Don. Arielt ismét elragadta fantáziája. Honnan tudhatjuk, hogy nem voltak-e már itt 1000 évvel ezelőtt is? A földön még lóháton jártak az emberek, ezek pedig már itt leskelődtek. Akkoriban nem sokat láthattak, legyintett Don. Néhány száz lovon vágtató vadember nem lehetett számukra éppenséggel valami fölemelő látvány. 1000 évvel ezelőtt már nem voltak vademberek, tiltakozott Lars. Akkor már javarészt civilizált volt a világ. Azok is vademberek voltak, akik az első atombombát ledobták, folytatta Don. Miért, szerinted azok talán civilizáltak voltak? Fejezzétek be ezt a történelmi vitát, javasolta Ariel. Ezen a sziklapadon körbe lehet járni ezt a titáni csodát, legalábbis azt hiszem. Gyertek utánam! És bátran előre indult. A repedezett, keskeny sziklapad hol lefelé süllyedt, hol fölfelé emelkedett meredeken. Az útjukba kerülő, föntről lehullott sziklatömböket könnyedén ugrálták át. Itt alig, ha nem meteor csaphatott bele, intett felfelé Ariel, onnan omlott le ez a kőlavina. Reméljük, a következő menetrendszerű meteor nem éppen most fog érkezni, szellemeskedett Don. A tárgy átmérője több mint 20 méter, állapította meg Lars, amikor a fémtest harmadik oldala mentén is végigmentek. Fölföllebbenve a talajról végigjárták a homályos, orkolt csak egy embernyi széles folyosót. Ariel többször is megtapogatta a föléjük magasodó üvegsima titánfalat. Ezzel nem lettünk okosabbak, mondta Don, amikor a negyedik saroknál fordultak be. Fura egy szerkezet lehet ez, gondolkodott hangosan Lars. Nekem valami azt súgja, űrhajóval állunk szemben. Tanástalanul pásztázta szemeivel a titánfalat. És? Észrevett valamit. Oda nézzetek, mutatott föl. Ott! Én nem látok semmit, vágta rá rögtön Don. Arra a vonalra gondolsz? Kör alakú rajzolat. Egy kör, mondta Ariel. Ha jól számítom, körülbelül 2,5 méter átmérőjű. Szerintem az a bejárat. Olyan magasan. Lehet, hogy ők olyan hosszú fickók. Ha olyan magasak, hogy a talajtól odáig fölérnek, akkor viszont akkorák, hogy be sem férnek azon a nyíláson. És ha giliszta-szerű a külsejük, ez persze Don kérdezte a megfelelő vigyorral kísérve szavait. Ha az kijárat egyáltalán. Hát mi, szemétledobó? Szerinted vak ablak?
lehet, hogy levehető részjavítás céljából, mint a földi repülőtaxi elektrodobozának fedele. Hogy te milyen lángész vagy, és akkor hol a bejárat ebbe az egész micsodába? Lehet, hogy a föld alatt. Sziklába vájták, a kijárat álcázva innen 600 méterre van egy nagy szikla tövébe. És ha nincs itt semmiféle élőlény, ha ez egy automata állomás, akkor bizony nem lesz kivel tárgyalnunk. Miért te társalogni akarsz velük? Azt hittem, játszunk egy parti sakkot, és kész. Nincs jogunk hozzá, hogy fölvegyük a kapcsolatot, magacskodott László komolyan. Az ilyesmiről az egész emberiségnek tudnia kell. Mindig szeretted a nagy szavakat, ellenkezett Don a titánfalat méregetve tekintetével. Vannak szakemberek, akiket fölkészítettek a kapcsolatfelvételre. Nekem van egy ötletem, szólalt meg Ariel bátortalanul. Neked? Jé! Hülyéskedett Don. Szikladarabbal adjunk hangjeleket a falon át. Szóval fogjunk egy követ, azzal verjük meg a titánfalat. Hát, ha odabent meghallják a pokobást, és kijönnek. És kiszólnak, hogy köszönjük, most nem vásárolunk semmit. Csufondeloskodott Don, de fölragadott egy követ, és ütögetni kezdte a falat. Kár a gőzért. Hűtötte le lelkesedését Lars. Tedd csak le! Ha ez automata állomás, akkor 10 évig is kongathatod a falat, bentről ugyan nem szól ki senki. Ha viszont értelmes lények vannak benne, azok már régen tudnak rólunk, hiszen nyilván vannak megfigyelő műszereik. Mivel pedig mégsem jelentkeztek, az alig hanem azt jelenti, hogy nem akarnak szóba állni velünk. Na hát, ezt a szemtelenséget bizonyára nem tetszünk nekik. Hát, ha Arielt figyelik, nem is csodálom, csúfolódott Don, de aztán hirtelen elkomolyodva pillantott föl a falba vésett vonalhoz hasonló körre. Elkapta Lars karját. Gyerekek, most nekem támadt ötletem. Neked? Jé! Adta vissza a kölcsönt Ariel. Dobjunk ide egy csomó sziklát, könnyűek, mint a falevél. Hát nem lesz nehéz munka. Rakunk egy akkora kupacot, amelyen fölkopaszkodhatunk addig a bejáratig. Ha ugyan bejárat, mondta mormolta Rász, miközben mindhárman nekiestek a szikláknak. És gondolod, hogy kinyitják nekünk? Nem, majd előbb bentről megkérdezi egy értes hang, ki az. Én erre rávágom, táviratot hoztam, erre a hang, nyitom már. Képzelget folyamatosan Don. Nem lehetett haragudni rá. A munkában most is első volt. Hamarosan betöltötték a hasadék és a titánfal közti rést, egyre magasabban álltak. Ariel lihegve cipelte közelebb a nagy tömböket. De jó lenne olyan erősnek lenni, hogy a földön is ekkora köveket emelgethetnék, nyögte vágyakozva. Don föllebegett a bejáratig, majd lassan aláhullott. Na még 3 méter. Jó nagy darabokat válasszunk ki. Vigyázz, dobom a sziklát! Jöhet! Néhány perc múlva egy nagy körre állva elérték a kör alakú nyílást fedő titánlapot. Lars közelről megvizsgálta. Pontosan illeszkedik. A milliméter tölt részéig. Fejlett technikájuk van. Na, ha eljutottak idáig, akkor bizonyára nem kezdők. Kopoghatunk újra. Hát, ha kinyitják. Ha ez egyáltalán ajtó. Nincs mellette levélszekrény. Hülyéskedsz? Hogyan találtad ki? Lars megint fölnézett az űrbe. A hideg ragyogás elszomorította. Vissza kéne menni. A bétához, majd az asztrára repülni és elmondani a felnőtteknek az egész dolgot. Eldicsekedni, mit is találtak. Apáik biztos tudnák, mit kell ilyenkor csinálni. Nem toporzékolhatnának tehetetlenül egy fém ajtó előtt. És ha minden kötél szakad, fölármeznek a marsi támaszpontot, a készenléti és mentőszolgálatot. De nem ért rá tovább töprengedni, éles kiáltás riasztotta fel gondolataiból. Lász, vigyázz, ugold le gyorsan! A fiú előbb ugrott, csak aztán nézett vissza. Két társa már lefelé lebegett. A hangjukban volt valami, amiből Lars megértette, nem tréfálkoznak vele. Még mielőtt leért volna a hasadék aljára, fölnézett a titánfal felé. Az ajtó kinyílott. Valentin előbb a sziklákat pásztázta végig tekintetével, de semmi riasztót nem látott. Az a megbolondult gép úgy látszik nincs a közelben.
Még csak ez hiányzik, hogy itt kezdjen rohangászni a két űrhajó körül. Minden esetre fölment a lézer puskáért, és egy perc alatt kikereste egy gépkatalógusból, hol is van az ilyen legújabb MLZ-614-es márkajelű fúróautomata vezérlő berendezésének legkönnyebben sebezhető része. A bal felső részen a fúrófej külön meghajtó motorja alatt talált egy ilyen pontot, a hermetikusan zárt fémburkolat alatt. A lézersugárnak ezzel is meg kell birkóznia. A gyerekek jutottak eszébe. Nem kételkedett benne, hogy egy-két órán belül visszatérnek az Astriára. Csúnya csint követtek el, hiszen mikor elmentek, az űrállomáson éppen riadó volt, fokozott készültségi állapot. Ilyenkor eltávozni engedély nélkül az viszont komoly kihágásnak számított. Az eseménynek nyilván be kell majd kerülnie az űrállomás fedélzeti naplójába, amikor pedig a marsi ellenőrzésnek is tudomására jut néhány hónap múlva, ha eljönnek az Astriára. A következményeket könnyen előre láthatta Valentin. Előfordulhat, hogy a három fiút kitiltják az űrállomásról, valamelyik marsi támaszpont kollégiumában tengődhetnek évekig, miközben szüleik valahol az űrt járják. Anna szegényke nem örülne ennek, de a többi felnőtt sem. Tirosz őriási önuralommal fékezné magát, a főnök semmitől sem tart annyira, mint hogy mások előtt elveszítse önuralmát. Ismét lement a lifttel a földszintre, és a zsilipkamrán át kilépett a fémerkére. A fúrógépet most sem látta. Fegyverét markolva lassan leballagott a lépcsőn. Feltűnt neki, hogy a 918-as mennyire elfedi az égboltot. Most mintha közelebb lenne. Futott át agyán. A Mallard Iker bolygója szinte ráfeküdt a szürke sziklás talajra. Valentint hívom, hangzott fel a rádióban Tirosz hangja. Jelentkezem, itt vagyok a két űrhajónál. Rendben, indulunk Adriannal. Lassan megyünk, még nincs egészen jól. A fúrógép lassan halad előre. Ha arccal állok a Kentaur felé, akkor balról jobbra megy, kerülgeti a nagyobb sziklákat. Reméljük, nem lesz semmi baj. Légy készenlétben. Értettem. A fegyver nálam van. Jól van, figyeld a rádiót. Valentin megint fölnézett. Miért van olyan közel a 918-as? Homályos, megmagyarázhatatlan nyugtalanság fogta el. Úgy érezte, valamilyen veszély lóg a levegőben. Valami történni fog. És Valentin nagyon szerette volna tudni, mi lesz az. Bajos előérzete negyed órával később sem múlt el. Addigra már ott áll a sziklás sivatag szélén, feszülten figyelve. Fényesen csillant űrruhája, szétvetett lábakkal mozdulatlanul várakozott. Várta, mi fog történni. Egy percig szóhoz sem jutottak. Álltak és nézték a titánfalban nyillott, feketén ásító nagy nyílást. Don és Lars jól hallotta Ariel lihegését, a kövérkés fiú óriási izgalom fogta el. Kinyitották, suttogta. Tehát mégsem automaták vannak benne, hanem élőlények. Ez még nem bizonyos. Lehetnek automata bioérzékelői, mint nálunk van egyes űrhajókon, vetette ellene Lars. Ez arra szolgál, hogy a valamilyen okból az űrhajóból kizárt ember is be tudjon jutni ismét a hajóba. A nyílás körül vannak ezek a műszerek elhelyezve. Én is hallottam róluk, kapcsolódott be a beszélgetésbe Don. A falba építik őket, az emberi test által kisugárzott hullámokra reagálnak. Csak akkor működnek, ha az ajtó zárva van. Márpedig ebben értelmes lények vannak, makacskodott Ariel. A képernyőiken figyeltek bennünket egész idő alatt, biztosan meg akartak győződni róla, nem akarunk jártani nekik. Most szinte csalogatnak bennünket, hogy menjünk csak be. Éppen ez nem tetszik nekem, nyugtalankodott Lars. Lehet, hogy csapdába akarnak bennünket csalni. Engem kissé elriaszt, hogy olyan hirtelen kinyílt az ajtó. Ha már ideig eljöttünk, kezdte Don, bár érezni lehetett a hangján, hogy azért ő sem a végsőkig elszánt, azért most nem kellene meghátrálnunk. Tehát csak nem esznek meg bennünket. Gyerünk! Ariel döntött. Mire vártok? Elbeszélgetünk velük. Ha másért nem is, de azért érdemes bemenni.
jött meg Don kedve is, hogy megnézzem, hogyan beszélgetsz velük. Legfeljebb mutogathatsz nekik, meg ők is nekünk. Nyilvánvaló, hogy fejlett lényekkel van dolgunk, kezdte óvatosan Lars. És ez lesz az emberiség történelmében az első eset, hogy kapcsolatfelvételre kerül sor két civilizáció képviselői között. Imádom, amikor ilyen tudományosan beszélsz, csúfolodott Don türelmetlenül. Úgy érzem magamat, mintha a lernógép szólna hozzám. Abba tápláltak bele ilyen előkelő nyelvezetet. Hagyd ezt a szöveget, főnök! Ne folytassátok tovább! Ariel elrugaszkodott a talajtól, fölfelé lebegett. Míg ti vitatkoztok, én benézek, mi újság az idegeneknél. Várj, ne menj egyedül! Gyerünk mi is, Lars! Nem marad más hátra. Ariel elkapta a vízszintesre kieresztett kör alakú titánlapot. Föléje került, ráállt. Éppen olyan a műszaki megoldása, mint a földi űrhajókban. Már látok is egy kisebb helyiséget, aféle zsilipkamra lehet. Gyertek utánam! Nem félsz, Ariel? Kérdezte Don. Kicsit csodálta is a kövérkés fiút. Nem. Ariel most csak ugyan nem félt. Hiszen ha ilyen hajót tudnak építeni, és ezzel eljönni ide, akkor nem lehetnek buta, rosszindulatú, kegyetlen vadlények. Szeretem a középkori mellékneveidet. Látom, most az egyszer megtanultad a nyelvtan leckét. Végre azt is tudod, mik azok a melléknevek. Azelőtt is tudtam. Fogalmat sem volt róluk. Ne vitázzatok örökké. Lars melléjük élt, fölegyenesedett. Gyűjtünk egy kis bátorságot, és belépünk. Csak az a furcsa, mondta Godon elkomolyodva, hogy nem jött elénk senki. Emlékeztek Palácius kalandjaira a zöld bolygón? Kérdezte Ariel. Őt is becsalták egy elhagyatottnak lévő támaszpontba, és amikor bement, az ajtó mögötte szép csöndesen becsukódott. Nyitott ajtóval egyetlen zsilipkamra sem működhet, hűtötte le Don józanul. A belső ajtó nem nyílik, amíg a külsődbe nem csukták. Beléptek. Csak ugyan, alig telt el néhány másodperc, a kerek fémajtó kezdett fölemelkedni. Ariel kiáltani szeretett volna, kiugrani az utolsó pillanatban, mégis elszaladni, vissza sem nézni. De mozdulatlanul állt. Szíve a torkában dobogott. Topogtak a sötétben. Don a falat tapogatta. Nyoma sincs semmiféle kapcsolónak. Mert automata a működésű ez is tesz szamár. Semmit sem láttak a sötétben, de érezték egymás jelenlétét, ez erőt adott. Mi az, hogy szamár? Hallották fülhallgatójukban Don kérdését. A szamár egy középkori állat volt, vágta rá Ariel. Patás növényevő és nagyfülű. Mi az, hogy patás növényevő és nagyfülű? Ebből semmit sem tudtam meg, panaszkodott tovább Don a sötétben. Mekkora volt a szamár? 40 centis, 5 méteres? A füle volt 40 centis, morogta Ariel. Az érdekesnek ígérkező állattani vitát nem folytathatták, mert kinyílt a belső ajtó. Fény szökött szemükbe, és rémülten kiáltottak föl. A sebesült Adrient, Tirosz és Bertolt támogatták. A három nő mögöttük ment. Mário hol előttük, hol mögöttük cserkészett, és a környéket figyelte. A mai napra alig, ha nem vége a kutató munkának, gondolta, a gépek automatikusan elvégzik a már megkezdett próbafúrásokat. Raktározzák a fölhozott anyagot holnapig. Az élet pedig megy tovább. Adrien befekszik kis időbe Borkova doktornő rendelőjébe, ő pedig Bertolttal folytatja majd a fúrásokat. Aztán egy napon a számítógép kirajzolja a kisbolygó egész belső tartalmát, megjelölve, hol melyik ércből van a legtöbb, hol kell kezdeni a kitermelést, milyen erők igénybevételével, hogy a lehető leggazdagságosabb legyen a termelés. Töprengésével Tirosz kiáltása riasztotta föl. Vigyázz, jön a gép! Csak ugyan közeledett. Narancsszínű, lánctalpas fémtes bukkant föl jobbra. A sziklák körül rohant elő. Elektromotorjai és sziklatörő talpai dübörögtek, de a légüres térben ezt nem hallották, csak a lábuk alatt fonungott a talaj. Mintha egy régi némafilmet néztek volna. Föl a sziklára!
Tirosz parancsa éppen jókor hangzott el. Balra tőlük nem messze magas, lapos szikla állt. Elsőként a nők libbentek a tetejébe, fölhúzták Adriánt is. Tirosz az utolsó pillanatban ugrott félre. Bertoldnak pedig nem maradt más hátra, mint függőlegesen fölpattanni az űrbe. 10 méternyire a talajtól lebegett egy percig, míg lassan leért a sziklára. A gép elszáguldott a lapos szikla mellett, aztán megfordult és lassan sombolygott visszafelé. Egészen úgy viselkedik, mint egy állat, súgta Anna. Mint egy ragadozó, tette hozzá Bertold dihegve. Szörnyeteg, mondta valaki. Mi van veletek? Hallották Valentin hangját a rádióból. Történt valami? Fölszavadt bennünket egy sziklára, közölte Tirosz komolyan és egyben dühösen. Attól tartok, ha lemegyünk, megint ránk veti magát. Nem értelmes lény, tehát nem indokolt vagy indokolatlan rossz indulatról van szó, mondta Mario. Az irányító berendezése egyszerűen akusztikus parancsvételre van beállítva. A rádióadóink jeleire tájolja be magát, mindig arra rohan, amerről elektromágneses jeleket kap. Akkor már tudom, mit fogunk tenni, szólt Valentin. Majd kicsit közelebb megyek, és csak én beszélek a rádióban. Rendben? Nálam van a rézerfegyver. Magamhoz csalom és elintézem. Ti közben szép csöndben gyertek az űrhajók felé. Helyes, az ötlet jó, felelte Tirosz. Lekászálódtak a szikláról. Lemelték Adriánt. Borkova szerette volna megkérdezni a sérültől, hogyan érzi magát, kibírja-e az utat a kentaurúig, vagy inkább vigyék a karjukra. Nem lett volna nehéz teher, a malárdon mindegyikük talán 15-20 kilót nyomott csupán. De az elrendelt rádiócsönd miatt hallgatnia kellett. A fúrógép mozdulatlanul állt, de az űrhajósok tudták, hogy a tetején lévő fehér műanyag kupola alatt élénken fordul ide-oda rádió antennája, mintha feszülten fülelne. Merre vagy te fenevad? Dühítette magát Valentin. Egyetlen csücsködet lássam csak meg, oda pörkölök ezzel a mordájjal, csak úgy füstöl. Mi az, hogy mordáj? Akarta kérdezni Mário, de inkább hallgatott. A kis csoport egy vonalba ért a fékeveszett géppel. Az nem mozdult. Távolodni kezdtek tőle. Csak kerülj elém, te dög! Folytatta műsorát Valentin az éter hullámain. Csak meglássalak valahol, rögtön véged lesz. Szerencse, hogy az űrruhába épített kis rádiadók hatósugara alig néhányszor 10 kilométer. Másképpen nagyon csodálkoznának a marsi támaszponton, még az álluk is leesne, ha hallanák Valentin szövegét. A narancsárga behemót gépezet helyben fordult és elindult az űrpilóta hangja irányába. Anna szerette volna figyelmeztetni Valentint, de eszébe jutott Tirosz parancsa. Hallgatott. Na mi van, nem mersz előjönni? Zsörtölődött tovább Valentin. Egy lapos szikla mögött állt, ahonnan jól láthatta az egész határt. Folyton beszélnem kell hozzád, te nyavajás. Másképpen nem is találnál ide, olyan ostoba vagy. Tirosz csoportja gyorsan haladt az egyenetlen talajon. Adriánt két oldalról támogatták, most Mario és Eta fogták a karjait. Hallgatagon törtettek előre. A sziklák fölött a messzeségben már fölcsillant az egyik űrhajó orra. No, csak ide értél végre. Valentin megpillantotta a narancsárga fémtestet két gőtöm között. A gép határozatlanul megtorpant, mintha habozna, hol keresse új ellenfelét. Az űrpilóta fölemelte fegyverét. Gyere csak közelebb, kis öreg. Na gyere, nem eszlek meg, ígérgette, közben célzott. A gép el is indult feléje, pontosan betájolva a rádióadó helyét. Közelebb engedlek, fafejű szerkentyű, morogta Valentin. Eszébe jutott, hogy ő most csodálatos kis helyszíni közvetítést is adhatna a tíroszéknak, hiszen legalább negyed óra eltelik, míg ideérnek. Addigra ő mindenképpen elintézi ezt a lázadó masinát. Közelebb, picim, közelebb, vezényelt. A gép csak ugyan jött. Nem csak jött, száguldott, egyre gyorsulva. Alig, ha nem elromlott a mozgáskoordináló szerkezeted is, mondta Valentin fejcsolvával. Mindjárt meggyógyítalak egy injekcióval. Kicsit forró lesz, de így hatásos, hidd el nekem. A lövésre mégsem került sor. A gép egyik lánctalpa egy nagyobb sziklára futott, az földobta az űrbe.
Hosszan röpült féloldalasan, majd visszanyerte egyensúlyát. Kicsit irányt is változtatott. Valentin álmélkodva nézte a légüres térben úszó több tonnás szerkezetet. Hát ilyet még nem láttam. Foglalta össze röviden az eseményt hallgatói számára. Rettentően kicsi itt a tömegvonzás. Úgy szállt a levegőben, akarom mondani az űrben, akár egy madár. De már jön is vissza. No, most leszámolunk. Éles csattanás, aztán csönd. Tírosz már nyugtalankodni kezdett. Valentin, minden rendben van? Csönd. Tírosz belekiáltott a mikrofonba. Valentin! Meg vagyok egészben, hallották meg könnyebbülten az űrpilóta nyugodt hangját. Gyorsabban jött, mint gondoltam. Föl kellett ugranom jó magasra, nehogy elgázoljon. Odafenn lebegve, aztán szépen megcéloztam, amit kellett, és egyetlen adaggal szétégettem az irányító parancs továbbító berendezést. Megbénult a hajtóműve, mozdulatlanul áll. Semmi bajod nem lett? Nekem nem. És Valentin hangjába valamilyen ősi, vadász büszkeség lopózott, amikor hozzátett néhány rég elfelejtett, de most nagyon ideillő szót. Elejtettem a vadat. A zsilip ajtaja föltárult. Világosság vakított el a szemüket, rémülten kiáltottak föl. Félköríves folyosóra nyílott az ajtó. A mennyezetbe süllyesztett lámpák sápat, halványfényt árasztottak. Ijesztő jelenés állt előttük. Kékesen csillogott a halvány derengésben. Magasan meredt a fiúk fölé. Végtagjai nem voltak, legalábbis nem lehetett látni ilyesmit. A feje valamilyen ragadozó állatéra emlékeztetett. Egymáshoz közel álló két apró szeme tompa gyűlöletet sugárzott. Mozdulatlanul állt, dermesztően bámulva a jövevényeket. – Jaj, anyukám, hol vagy? – kiáltott Ariel. – Minket néz, jegyezte meg Don, s neki is remegett a hangja. Lász szóhoz sem jutott. Egy hosszú perc telt el, örökké valóságnak tűnt. – Ezek hát ők – suttogta Ariel. – Milyen furcsa a külsejük! – Mondj nekik valamit! – bökte oldalba Don Lászot. – Mit mondjak, szóljon ő! – Miért kezdtünk ide, mi vagyunk a vendégek, nekünk kell előre köszönnünk. Lars figyelmesen szemlélte az előtte veszteglő alakot. Félelme fokozatosan eltűnt. Milyen furcsán mozdulatlan ez a lény. Fiúk, ez robot. Miből gondolod? Fémesen csillog és nem mozog. Don mindkét karjával hadonászni kezdett, s mivel az illető továbbra is csak állt, hát egyre közelebb húzódott hozzá. Néhány hirtelen mozdulatot tett a lény szem előtt. Gyerekek, ez megkövesedett, kezdett visszatérni az önbizalma. Bámulni azt tud, de mozogni? Lusta őkelme. Vagy őrségbe állították ide, és azt a parancsot kapta, el nem merje mozdulni innen. Próbálj elmenni mellette, ha elkap. Mivel kapna el, nincs karja? Meg csápja sem. Lars végre elszánta magát, és megkerülte a folyosón álló alakot. Az semmilyen mozdulatot sem tett. Lars körbejárta, és visszatért társaihoz. Szerintem ez szobor. Ne mondd, hát attól ijedtünk meg ennyire. Úgy bizony, ez megint csak megerősíti föltevésünket, hogy értelmes lények nem tartózkodnak itt. Ez csupán automata űrállomás. Bár űrjelmű látszatát kelti, itt tartózkodásának célja ismeretlen. Júj, ezt olyan szépen mondtad, akár egy videóújság vezércikke, gúnyolodott Don, ami jelezte, hogy a fekete fiú magához tért már az előbbi megrázkodtatás után. Csak ugyan szobor, hiszen talapzata is van, bátorodott fel Ariel. Rá is véstek valamit. Legugolt, egy pillanatra még az egyensúlyát is elvesztette az űrruha nehezen hajló térszerkezete miatt. Nyugodtan a szobornak támaszkodott, de semmi nem történt. Valamiféle rajzok, de nem értem őket. Mintha össze-vissza firkáltak volna vésővel. Miből lehet a fickó? Tapogatta Don az állatfejű lényképmását. Valamilyen ásvány. El kellett volna hoznunk a bétáról a hordozható anyag meghatározót.
Szerintem inkább néhány sugárfegyverre lett volna szükség. Ha ellenséggel találkozunk, sok Palácius folytatást láttál, megártott neked. Menjünk tovább ezen a folyosón. Egy ideig azért még határozatlanul álltak, egymásra pillantgatva, vonakodva. A sisakok átlátszó védőlapján át fürkészték egymás arcfejezését. A folyosó üres fémfalán semmi nyílás, semmi jel. A mennyezetbe süllyesztett világítás borongos fénnyel árasztotta el őket. Ezek igencsak takarékoskodtak az árammal, jegyezte megepésen Don. Hát, ha nem is elektromos árammal világítanak, mondta rögtön Ariel, az ismeretlen lények kéretlen prókátora. Vannak ám más módszerek is. Csak előadást ne tess ezekről a módszerekről, könyörgött Don. Vagy legalábbis nem most. Menjünk, még egy ajtónyira, vagy valamilyen nyírásra nem találunk. Írtó kényelmetlen űrruhában forgalódni itt, panaszkodott Ariel. Hát, ha akad itt valamilyen levegő, meg kéne próbálni. Nyilván van valamilyen légkör, ha zsilipkamrát alkalmaztak. Azt ugye tudod, hogy sok földi úrhajón mérges gázokat lehet kiengedni arra az esetre, ha idegenek törnének be a hajóba, mondta Don. Meg aztán alkalmaznak kábítógázokat is. Rendeztek próbariadót egyszer egy ilyen földi hajón, Valentin beszélte. Akkor a személyzet odament is űrruhában teljesített szolgálatot. Még mindjárt ott nem hagyták a fogukat. Ne ijeszges, Don már is sisakját babrálta. Én bizony kinyitom, ha fél perc múlva a padlón fekszem, elillul a fejem, és furcsán rángatozom majd, akkor gyorsan csatoljátok vissza a sisakomat, hát ha még megmenekülök. És levette a sisakját. Társai feszülten figyelték, mi lesz ebből. De az előre bejelentett tünetek nem jelentek meg, Don mélyet szívott a folyosó levegőjéből, szája füléig szaladt, és vidáman mondta. Le a sisakkal, űrpatkányok, utánam! A félköríves folyosót néhány méterrel odébb fémajtó szakította meg. Olyan magas lehetett, mint a bejáratnál látott kékes szörny. Nyisd ki, mondta Ariel Donnak. Parancsolj! Átfélre Don, s mélyen meghajolt barátja előtt. Kérlek, ha akarod, nyisd ki magad. Nekem ugyanis fogalmam sincs, hogyan fogjak hozzá. Lehet, hogy önműködő. Az ötlet Larsé volt. Egészen közel ment az ajtóhoz, és... Nesztelenül szétcsúsztak a fémszárnyak. Nagy vagy. Don most Lars előtt hajolt meg. Lars nem tudott uralkodni magán. Meglepett kiáltás szállt ajkáról. Ariel a falnak támaszkodott. Reszkető szájszéllel nézte az eléjük teluló látványt. Ez micsoda? Nyögte ki Don. Minden ajtó mögött valamilyen rém vár ránk. Ez nem az, rázta fejét Lars. Érezte, hogy szája lassan kiszárad. Ez ember alak. Az arca csak ugyanolyan, mint a miénk, egyezett bele Don. De mik ezek a félméteres fülek? Az a fejdísz elálló része. Nézd csak, lóg belőle a mellére is. Ágyékkötő és fejdísz, ez az egész öltözete. Igen kevés egy űrhajósnak. Donnak visszatért a lélek jelenléte és csipkelődő kedve. De embere arca van, kiáltott Lars értetlen társainak. Nem látjátok? Ez csak ugyan gyanús. Don körülnézett. Oda nézzetek! Van itt még egy csomó hasonló szobor. A terem másik raktárhelyisége lehetett a rejtélyes objektumnak. Nagy dobozok, tartályok és szobrok álltak mindenfelé. Néhol olyan közel egymáshoz, hogy alig arasznyi hely maradt közöttük. A fiúk szétoszlottak, egyik erre, másik arra bolyongott a helyiségben. Ariel a hátsó fal mellett egy sötét-sárga, vastag táblát pillantott meg. A rajta lévő alak és mellékábrák furcsán ismerősnek tetszettek. Érezte, hogy valahol már rátott ilyen rajzot. A dolog rettenetesen nyugtalanította. Lázasan kutatott emlékezetében. Valahol, valamilyen mikrofilmen. A bal oldalon egy szoknyás alak, oldalnézetben fején furcsa dísz, mely a tarkóját fedi, botot tart a kezében.
A feje fölött különös madárszerű jelek. Három korsó állt előtte, négy oszlopban bizony rajzolatok. Vonások, madárcsőr, kör, hullámvonal, félív. Hol látta már ezt a képet? Színesben látta, arra is emlékszik. Gyertek csak ide, hallották Don hangját, én is találtam valamit. Kicsiny barna szobrocskát tartott a kezében. Fából van, én mondom nektek, lelkendezett a fiú. És olyan fényes, mintha lakkozva lenne. Kopasz férfi ágyékkötőben, fitymált Ariel, és letört mindkét lábfeje. Lars a fejéhez kapott, úgy kiáltotta. Hát nem látjátok? Ez ember, akik faragták, azok vagy maguk is emberek, vagy láttak már élő embert. Ágyékkötőben, morfondírozott Don. Hát mikor járhattak ezek a földön? Ki tudja, milyen régen? 100 éve? 1000 éve? 5000 éve? Ők még láthatták a kőbaltás embereket, az egyiptomi civilizációt, Napóleon hadseregét. Állj! Mit mondtál? Egyiptomi? Arielnek hirtelen elkerekedett a szeme. Egyiptomi! A rajz a táblán, a titokzatos jelek, az ágyékkötős fejdíszes alakok. Remegett a hangja, mikor várakozóan rátekintő társaihoz fordult. Fiúk, lidzéltes sejtelmem van. Ezen az űrhajón régi egyiptomiak voltak. Vagy vannak? Neked lázad van, állapította meg Don nyugodtan. Nem olvastam ugyan annyi régi ócska mikrofilmet, mint te, de azt tudom, hogy az egyiptomiak korában nem nagyon álmodoztak még űrutazásokról. Ez valamilyen idegen civilizáció hajója, suttogta tovább Ariel izgatottan. Járhattak annak idején a földön, és elvittek onnan egy csomó szobrot, tárgyat, ami a kezükbe került. Vagy a csápjaikba, dörmögött Don. Loposak lehettek? Bizonyára kozmikus múzeumot akartak berendezni. Ariel átszellemült arccal folytatta, mintha nem is hallotta volna Don csipkelődését. Leszálltak a fáraók birodalmába, a nép rettegve szaladt szét. Összeszedték a szobrokat, képeket a templomokból. Lehet, hogy elvittek embereket is, folytatta Don vigyorogva. Egy kis űrtársas utazás ingyen. Az űrhajó pedig sok száz évig bolyongott a végtelen űrben, közben kis egyiptomiak születtek és felnőttek, elszaporodtak, egy napon elvették a hajót a csáposoktól. Fogjátok már be a csörötöket, csattant föl ingerülten Lars. Rossz hallgatni ezt a sok marhaságot. Ekkora ostobaság, gyerünk tovább. Majd ha átkutattunk itt mindent, akkor mondhatunk végleges ítéletet. Visszamentek a folyosóra, hallgatóztak. Csönd uralkodott a rejtélyes építményben. A padló elnyelte lépteik zaját. A következő helyiség ismét egy titkos raktár lehetett, a bejárattal szemben óriási szürke kőtábla állt. Titokzatos, hieroglifáktól övezett, hegyes fülű, állatfejű istenség ült, díszes trónján, előtte fehér ruhás férfi hódolt föltartott kezekkel. A hieroglifák között kék színű madarak ismétlődtek. Egy másik sárgás kőtáblán oldalnézetben tucatnyi férfi és nő állt vagy ült, korsókat, halakat, madarakat, legyezőket, kalászokat tartottak kezükben. Madárfejű emberszobor fénye csőre villant. Ez pedig macska, mutatott Lars a padlón álló arasznyi fémstoborra. Majdnem ráléptek. Az meg ott fáramázolt arckép. Női arc lehet, mert ki van festve a szeme. Ott meg egy görbecsőrű madár. És két másik emberszobor, ott balra, a kőtábla mellett. Jó lenne már élő emberekkel is találkozni. Menjünk tovább, lehet, hogy a folyosón már amazok várakoznak ránk a csápjaikkal. Don ezt olyan hangosan mondta, hogy mindhárman önkéntelen az ajtó felé lestek. Aztán óvatosan közelebb oldalogtak, kidugták a fejüket. A folyosó üres és csöndes volt, akár az előbb. A kanyarulatban félméteres bronzbéka állt, szarvai közt napkoronggal. Erről már olvastam valahol, az egyiptomiak... Állj! Suttogta Don. Halljátok? Most nem tréfált. Valamilyen kattogó zaj közeledett, a fiúk egymásra pillantottak. Aztán Lars villám gyorsan döntött, vissza a raktárba.
Az ajtó résén egymás fölött kandikált ki három szempár. Az ismeretlen eredetű zaj pedig egyre közelebbről hallatszott. Lélegzetüket visszafojtva vártak. Tompán csillogó fémtest bukkant elő a kanyarban, talán fél méter magas lehetett. Halkan zümmögve haladt a fal tövében, nedvesen csillogó sávot hagyva maga körül a padlón. Takarítóautomata, könnyebbült meg Ariel. Hasonlít a mieinkre. Úgy látszik, az egész világegyetemben egyformák ezek a masinák. No-no. A kis gép elcsoszogott mellettük, nedves korongjával szorgalmasan törölgetve a padlót. A fiúk tovább mentek. Azon a szinten még két raktárhelyiséget találtak. Kőszobrok álltak, fönséges mozdulatlansággal. Embermagasságú egyiptomi pap mosolygott rejtélyesen, nyaka körül, mellén és vállán aranycsíkos díszsel. Zöld trónon ülő nő kisgyermeket tartott a karjában. A gyerek tekintete komor volt, akár egy felnőtté. A sarokban magas, keskeny faláda feküdt. Alakja embert formázott. Fedőlapjára aranyarcú bepolyált férfit festettek élénk színekkel. Zöld, piros, fehér, sárga ábrák, cicakos vonalak, csíkok ismétlődtek. Ilyen ládákban tartották a mumiákat, magyarázta Ariel. Mumicsodákat? Tágult kerekre dor ragyogó szempárja. Amíg Ariel elmagyarázta barátjának, hogyan temették el régen halottaiakat az egyiptomiak, Lars óvatosan tovább haladt. A folyosó egy fölfelé vezető lépcsővel ért véget. Gyertek, oda megyünk! Szólt vissza a raktárba barátainak. A következő szinten várnak a csáposok, húzódozott Ariel. No és? Ha már bejöttünk, végignéztünk egy kis házi kiállítást, ellenkezett Don, hülyeség lenne félbehagyni. Igazad van, mondta Lars. Végére kell járni a titoknak. És határozott léptekkel elindult föl a lépcsőn. Don azonnal követte. Ariel még állt egy pillanatig, visszanézett az üres folyosóra, aztán megijedt, hogy egyedül marad, és mély sóhajtással nekiered ő is a lépcsőnek.